Sziasztok, Kozák Luca vagyok, éppen most jönök edzésre. Ha kíváncsiak vagytok, hogy zajlik a felkészülésen, akkor gyertek, tartsatok velem! Körülbelül egy ilyen 20-25 perc napszaktól függően, hogy bejussak edzésre, úgyhogy legtöbbször telefonálok. Felhívom Bencét barátomat, hogy megbeszéljük, hogy eddig mi történt a másikkal, úgyhogy így szokott telni az edzésre menetelem. Tudom nagyjából, hogy éppen kondizni fogok, vagy éppen rajtolni, és ez egy nagyon vicces dolog, de a ruháimat mindig úgy választom ki, valamiben kondizni szeretek, valamiben futni szeretek, valamiben rajtolni szeretek, úgyhogy már nálam kicsit így a szobában, a gardróban elkezdődik a készülődés edzésre, hiszen szeretem azt, hogy edzésen is így komfortosan érzem magamat. Laci bácsival 12 éve dolgozunk együtt, úgyhogy kaptam egy második apukát. Nyilván nagyon jó a viszonyom, tehát 12 év alatt azért nagyon összenőttünk. Ő is nagyon sokat változott, én is nagyon sokat változtam az ő hatására. Ő is tudja, hogy felnőttem, vannak önálló gondolataim az edzés terén. Ő megfogadja ezeket a legtöbbször, vagy ha másan meghallgat, elmondhatom, hogy én mit, hogy gondolok. Eléggé szigorú vagyok. Tehát nem nagyon szeretek engedni a dolgokból, az edzésen is szeretem, hogyha körülöttem rend van és nyugalom van. Én nagyon szeretem a tanítványaimat, attól függetlenül, hogy tehetséges vagy nem tehetséges. És így voltam én Lucával is, őnek is azt, hogy megmondom a dolgokat a szemébe egyenesen. Én úgy gondolom, hogy ezzel csak jól tudok tenni. Nekünk eléggé sokrétű edzéseink vannak. Nyilván ez periódustól függ, hogy éppen mi van a hangsúly. Most ugye benne vagyunk a szezon közepén, úgyhogy most elsősorban inkább már a gyorsaság, a maxosabb futások vannak előtérben ilyenkor, a konditeremben is inkább kis ismétlés szám. A lényeg, hogy minden nagyon minőségre és nagyon robbanékony, akár hosszabb pihenőkkel is. Ugyanakkor most nagyon sok a technikai munka, a minőségi munka, például ma rajtolni fogok. Én ezt az időszakot sokkal jobban szeretem. Én azt szeretem, amikor tényleg gyors munkát végzünk, gát ez nagyon szeretek, amikor kicsit mennyiségi munka van, azt én nehezebben tudom tolerálni, úgyhogy a szezon ez az én időszakom, és ezt élvezem a legjobban. Ősszel, amikor megkezdjük a munkát, akkor mindig egy kis aerob munkával szoktunk kezdeni, és elkezdjük hozzá alapvetően az erőt is dominását tenni. Majd van egy megszakító időszak, amikor egy kicsit ráhangolódunk és felkészülünk a feletpályára, és a május hónapban szoktunk elkezdeni versenyezni és ráhangolódni a versenyekre. Hogyha mondjuk azt mondom, hogy lazán kell futni, kevesebb pihenővel, lehet, hogy ez könnyebbnek hangzik, viszont nekem mindig is sokkal nehezebb volt és nagyobb kihívást jelentettek az ilyen edzések, és ezt minden mai napig nem szerettem meg, szerintem már nem is fogom megszeretni, ugyanakkor én az a fajta gátas vagyok, akinek, hogyha a síkformája helyén van, akkor jól fut gáton is, és elfogadtam így 26 évesen már, hogy igen, és nagyon nagy szükség van ezekre a futásokra, és nem mondom, hogy mindent kell szeretnem, mit csinálunk, de megcsinálom, és oda teszem magamat ezeken az edzéseken is nagyon. Most ugye a szezon közepén vagyunk, ilyen heti 6 edzésem van, naponta egyet edzünk, esetleg egy-egy gyógytorna jön be még kiegészítésnek. Amikor elkezdjük az alapozást, akkor nyilván ez kicsit több, akkor azt mondom, hogy keményebb héten ilyen 10 körül mozog, úgyhogy eléggé változó az edzéseimnek a száma így az év folyamán. A rövid gát szerintem olyan szempontból az egyik legegyszerűbb versenyszám, hogy megvan az első gátig 8 lépésre, mint oda az ember, utána ugye 10 gát van, ott 8,5 méter a távolság, ott mindig 3 lépést kell tartani, majd a végén be kell futni. Úgyhogy ilyen szempontból tényleg nagyon egyszerűnek tűnik. Én azt szoktam mondani, hogy a gátfutásban egyszerre kell gyorsnak, ügyesnek és erősnek lenni, úgyhogy eléggé mindent is kell fejleszteni. A női gát az 84 cm magas, ez annyira szerintem nem magas, lehetne magasabb is, de azért lehet nagyok a test, nyilván benne van ez is, hogy ront az ember, kell egy nagyon biztos technika, és nyilván az erőnek is ott kell lenni, hiszen fárasztóbb lefutni egy 100 gátat, mint egy 100 métert. Úgyhogy egy gyorságjáró képességet is ide tennék, hiszen azt szokták mondani, hogy egy jó 100 gát az nem, mint egy 200 méteres futás, úgyhogy kicsit jobban elfárad benne az ember. 10 darab gát van benne. Rögtön ugye felvetődik az a kérdés, hogy ezt gyorsan kell megcsinálni. Úgy kell megcsinálni, hogy ne essen el a gátokban. A gátok után a leérkezés következtében tovább tudja folytatni azt a gyorsasági munkát, amit előtte elvégzett a rajtnál. Aztán van még a végén egy komoly befutás,
amikor már a célbeérkezésnek kell lennie, de ugyanakkor a gátról leérkezik, nem teheti meg azt a dolgot, hogy elfeledkezzen erről és ész nélkül befusson. Tehát itt nagyon észnél kell lenni minden pillanatban, nagyon komoly ritmusérzékkel kell rendelkezni, nagyon jó gyorsasággal, nagyon jó gyorsasági állóképességgel, mert a 100 gát én azt vallom, hogy 200-as állóképesség kell hozzá, 100-as gyorsaság, 3 számra lehet készülni, mert 100 méteren jól kell teljesítenie, 100 gátat ezt át kell tudni vinni azt a gyorsaságot, és kell olyan állóképességgel rendelkezni, hogy ezt a 10 gáttól mindig a lelépés után is meg tudja tartani ezt a sebességet, tehát erőre is nagyon szükség van hozzá. Ez gátfutás, nem gátugrás. Ugye az a lényeg az egésznek, hogy a súlypontunk szinte egységben legyen végig. Ugye az ugrásnál változik a súlypont, itt meg szépen a gát fölött minél kevesebb időt töltsünk. Egy futó lépés van a gát felett, kicsit eltúlozva, de igen, gátfutás és nem gátugrás. Volt egy időszak, amikor jártam sportpszichológushoz, most az elmúlt időszakban is voltam párszor, és kiderült, hogy én ösztönösen csinálok olyan dolgokat, amiket tanítanak, például a mentáltréningen. Ösztönösen nagyon sokszor elképzeltem és elképzelem magamat mondjuk a versenyhelyszínen, hogy versenyezni fogok, fejben leversenyzem előre a versenyt, és én ezt egészen kiskorom óta csinálom, teljesen magamtól, senki nem mondta, ez így bennem volt, hogy kimegyek a pályára, jó, és akkor este meg így alvás, előalvás előtt szépen elképzelem, hogy én tényleg ott fogok futni. Edzésen és versenyen is oda tudja tenni magát. Saját magát meg kellett, hogy sok mindenbe változtassa az évek alatt. Nagyon jól megérzi ezeket a dolgokat. Erről nekem mindig visszacsatolásokat ad, és ezáltal nekem sokkal könnyebb a munkám, mint egy olyan sportoló esetében, ahol nem kapom meg ezeket a visszacsatolásokat. Ezt szerettem a gátban, hogy nincsen papírforma, mivel mindenkinek ugyanannyi rontási lehetőség, ugyanúgy fennakadhat bárki gáton. Szerintem itt kicsit mentálisan jobban a toppon kell lenni, hiszen nagyon-nagyon sok apró hibázási lehetőség van végig. Azért, ha valaki hibázik, nehéz visszahozni egy versenyt. És szerintem ezért kell nagyon ott lenni fejben, hiszen bármikor ott van az apró hibázás, egy apró hibázás is nálunk nagyon nagy. Egy jó versenyre általában visszagondolok, akkor nem emlékszem. Azokra szoktam emlékezni, ha hibázok, ha valami megzavar, ha valami külső zajt hallok, tehát tényleg ez a nem látok, nem hallok, csak csinálom a dolgomat. Ez is az egy kicsit más, hibákat kell javítani. És szerintem verseny, hogyha már ezekre figyelsz, az régen rossz versenyen, azt kell csinálni, ami ösztönösen megy, és az edzés van arra, hogy kijavítsuk a hibáinkat. Vannak nagyon tehetséges, nagyon ambíciózus és nagyon lelkes fiatalok, és nagyon jó látni, hogy tényleg teljesen úgy jönnek ide edzés, hogy ők akarják, vannak céljaik, és ezért mindent megtesznek, és tényleg nagyon kis jó csapat gyűlt össze. Szerintem a fáradtságnak is több fajtája van. Van, amikor mondjuk egy gyors munkától úgy elfáradsz, de még tudsz edzés után járni, meg szinte feldobódsz tőle, meg van, amikor tényleg teljesen megsemmisülsz. Hál' Istennek most azért már az előbbi van inkább, de azért én meg tudok halni edzésni, és tudok rosszul létig futni. Nyilván egy-egy hányás is benne van egy részen, úgyhogy én ezért oda tudom magamat tenni nagyon edzésen, és meg tudok halni a pályán, hogyha kell. Nagyon sokan szokták kérdezni, hogy meddig lehet még gyorsulni, fog-e még gyorsulni. Én mind a mai napig azt mondom mindenkinek, hogy Luca még nem dolgozott mindig 100%-osan. Tehát őneki még mindig vannak tartalékai, mind az erőben, és ezáltal a gyorsaságban is előre fog tudni lépni. Ezt nagyon sokszor megmosolyogták, de az elmúlt években azért ezt bebizonyítottuk, hogy nekünk van igazunk, hosszú távra gondolkoztunk. Én bízok benne, hogy ezt meg fogja tudni mutatni akár az idén, vagy akár majd jövőre, vagy 2024-ben az olimpián.